Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi és szent nép. Isten népe, ébresztő! Isten népe, ébresztő! Nagy-nagy szeretettel köszöntelet titeket itt ezen a csodálatos napon. Ez itt az Isten népe, ébresztő programunk. Kezdjünk is hozzá! Istenem, drága mennyi atyám, szeretünk téged. Köszönjük, hogy elhívtál minket szentségben és igazságban. És köszönjük, hogy a te kegyelmed, a te irgalmad, a te szellemed és a te igéd elegendő a számunkra. Vezess minket továbbra is a te dicsőségedre. Legyen meg a te tökéletes akaratod a testvérek és a gyermekeid életében. Azért imádkozom, hogy mindannyian engedelmesek legyünk a szívünk lágy legyen a te, te beszédednek megcselekvésére. Jézus nevében. Ámen. A mai üzenet címe az ő királyságának örökösei. A Márk 1.14-15 az angol King James fordítás alapján úgy szól, elment Jézus Galileába prédikálván az Isten királyságának evangéliumát. És mondta, betöltött az idő és elközelített az Isten királysága. Azért használjuk itt a King James-t, <kül> igazán, mert a károliban az Isten országa kifejezés van. Ez nem rossz, de nem a legpontosabb. Ugyanis az ország csak annyit jelent, hogy ez egy terület, ahol valaki hatalmat gyakorol, vagy egy föld, ahol valamilyen nép él. És az igaz, Istennek az országa az Istenben hívő emberekből áll. Ugye ez nem egy földrajzi terület, hanem az Istenben hívők összessége. És a királyság mérete folyamatosan változik, mert ha egyetlen egy ember van egy területen, akkor ő ott Isten országát képviseli, hogyha ha pedig milliók és milliók vannak, akkor pedig ők képviselik. Viszont, ugye az Isten királyságát kifejezést használjuk azért, hogy az emberekben tudatosítsuk, hogy az itt van egy királyság, van egy király. Ugye az országnak, például Magyarországnak nem királya van, hanem miniszterelnöke. Ugye? Magyarországon van egy elnöki hatalom, egy elnöki pozíció, aki az állam fő, és az ők a köztársasági elnöknek a pozíciója nem a kormányzás és nem a hatalom. Inkább egy reprezentatív szerep. Az igazi kormányzói hatalom Magyarország kormánya és, és a... A, a miniszterelnök kezében ez pontosít, összpontosul viszont ők választott személyek, akiket a nép pontosabban a parlament választ meg. Ugye, mi választjuk meg a parlamentet, a parlament választja meg a kormányt és a miniszterelnököt, és ezért ez azt jelenti, hogy a hatalomat nem a hatalom lentről jön. Ugye az a lényege ennek az egésznek, hogy a nép ruházza fel hatalommal az ő képviselőit, akik a törvényeket hozzák a parlamentben, és a képviselők választanak ki. Kormánytagokat, akik gyakorolják a végrehajtó hatalmat. Viszont egy országban ez lehet, de a királyságban egyértelmű, hogy van egy király. Magyarországon például a nép hatalma kell, hogy megvalósuljon. Persze, tudjuk, hogy egyetlen földi országban sem tud ez tanul megvalósulni, mert romlott a rendszer. De de, de ez a cél, ez a törekvés, ez a kimondott szándék. Na most a királyságban nem így van, hanem a királyságban van egy király, aki uralkodik, akinek a szava szent, és ő kormányoz. Ennek azért van jelentősége, mert sokan úgy állnak is hogy azt gondolják, hogy az a hit, hogy ja Istenem, most segíts meg. Élem az életemet, és kérlek segíts meg, hogy a hibáim ne okozzanak akkor a kárt, és hogy az összes vágyam beteljesüljön. De kedves testvérem, Istennek nem ez a célja, hogy a te összes vágyad beteljesüljön. Az a célja Istennek, hogy van egy elrendelt élet, van egy könyv, amiben fel van írva az ő terve felüled, és hogy te ezt megcselekedd. Ehhez pedig követned kell az ő vezetését, és el kell ismered őt, mint királyt. Vagyis, ha te folyamatosan küzdkösz a keresztény életedben, akkor vizsgáld meg, nem a magad feje után mész? Az nem evangélium, és nem hit, és nem engedelmesség, hogy ja Istenem, most segíts meg, ja Isten, most segíts meg, ja ezt elrontottam, ebbe segíts, abba segíts, nem. Uram, te mit akarsz? Királyom, te mit akarsz, hogy cselekedjem? Ezért fontos, hogy tisztázzuk, Istennek királysága van. Nem akármilyen országa, hanem királysága. Például nem demokrácia. Isten királysága nem demokrácia. Ezért a gyülekezetek sem demokratikusak. A demokrácia azt jelenti, hogy a néptől eredeztet a hatalom, vagyis a tagság szavazhat, hogy ki legyen a pásztor, és leszavazhatja. Egyes helyeken, ahol a pásztor főállású, megszavazhatják a pásztor fizetését, vagy leszavazhatják. De Isten királysága nem is diktatórikus, azaz nem az van, hogy Isten diktál, és kihasznál, és tönkretesz minket. Ez a sátánnak az uralma. Hanem Isten királysága úgynevezett teokrácia, Teokratikus királyság, ami azt jelenti, hogy Isten akarata valósul meg. Ez egy speciális hatalmi rendszer, ami csak Isten királyságában áll fenn sehol máshol. Térjünk vissza a rapszódiára. Gyakran voltunk tanúi annak, hogy bizonyos embereket előléptettek, megbecsültek, bocsássatok meg, Ä, állapozódott a rabszódja tehát az ő a örökösei. Az Úr Jézus elhozta és felajánlotta a királyságot a zsidóknak. Így prédikált nekik, elközelített a mennyeknek királysága. Ők azonban elutasították üzenetét és visszautasították a királyság ajánlatát. Ennek eredményeként kijelentette nekik, annak okáért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Istennek királysága, és oly népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. A királyságot felajánlották, és mindazok, akik elfogadták az üzenetét, örök életet kaptak. A keresztények azok, akik elfogadták a királyság üzenetét, örök életet kaptak szellemünkbe, és most tagjai, azaz polgárai és örökösei ennek a királyságnak. Nem csoda, hogy a Bibliában ezt olvashatjuk a Róma 8. 17 ben Ez a szellem, a Szent Szellem. Bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak. Ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Annak ellenére, hogy egy olyan világban élünk, amely tele van gonoszsággal és romlottsággal, mégis megadta nekünk az Úr ezt a rendkívüli kiváltságot, hogy az ő királyságának örökösei legyünk. Nem-e világból valók vagyunk. Nem tartozunk a sátán birodalmába, nem tartozunk a sátán joghatósága alá. A Biblia azt mondja a Kolossé 1.13-ban, hogy Isten kiszabadított minket a sötétség hatalmából, és áthozott szeretet fiának birodalmába. Áldott legyen Isten. Ezen kívül királyokká és papokká tett minket az ő dicsőséges királyságában, hogy megteremjük a királyság gyümölcseit, az igazság és az örök élet gyümölcseit. Mi vagyunk azok, akikre Péter utalt, amikor azt mondta, ti pedig választott nemzetség, királyi papság, Szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott átiteket. Halleluja! Nagyon fontos tehát, hogy a királyok királya és az uraknak ura Jézus. De ha ő a királyoknak királya, akkor kell, hogy legyen király. Itt nyilván gondol arra, hogy ő a földi királyoknak és uralkodóknak is a királya. De arra is gondol, hogy mi királyokká és papokká lettünk téve, és uralkodunk az ő nevében. Ő a királyok királya, de ő megosztja ezt a hatalmat velünk. És itt van egy kulcs, sokan azt várják, hogy ö, ö, ugye különböző teológiák vannak, sőt, még igével is alátámasztják egyes helyzetekben, hogy bizonyos helyzetekben Istenre kell várni. Ö, Például az emberek várnak a gyógyulásukra, várnak, hogy a, várnak, hogy a gonoszság, az ördög hatalma megtörjön, a félrevezetés, a hazugság, a sátán birodalmának a terjedése megtörjön. De Isten nem ezt mondta. Valóban vannak, amiket ő fog elhozni. Például nem tudott te megprofétálni és, és, és előrébb hozni az elragadtatást, Jézus Krisztus visszajövetelét? bizonyos előre megírt cselekmények meg fognak történni, de a többi ránk van bízva? Az, hogy, az, hogy a szomszédod megtére, valószínűleg rád van bízva? Az, hogy a az hogy, az, hogy mi lesz a családodban, rád van bízva? Az, hogy mi lesz az én gyűl... Nem az én, bocsánat. Mi lesz mondjuk a a, a... a... Most a nyíregyházi gyülekezetben vagyunk kiküldve. Mi lesz a nyíregyházi gyülekezettel, az jelentős részben rajtunk múlik. Isten átadta, most Jézus Krisztus nem közvetlenül gyakorolja a hatalmat, hiszen ő a mennyben ül, hanem rajtunk keresztül. Majd amikor eljön a Földre az ezer éves királyságban, akkor velünk megosztva fogja gyakorolni a hatalmat. Ő gyakorolja a főhatalmat, és mi leszünk az ő segítői. De jelenleg ő nem gyakorolja közvetlenül a hatalmat, hanem mi gyakoroljuk az ő nevében. Az, ami azt jelenti, hogy ha mi nem gyakoroljuk, akkor Krisztus uralma nem valósul meg. Hm. Vagyis minden gonoszságért és romlásért a Földön az egyháznak fel kell lépnie. Ugyanígy, amikor, 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 jött a koronavírus, és ígérték a lezárásokat, akkor tudtuk, hogy a sátának a terve az, hogy nagyon sok halott legyen, nagyon sok ember megbetegedjen, a gyülekezeteket bezárják, és a hitélet visszaszoruljon, a sötétség tárjegyen, a félelem, és az emberek az evangélium hiányában féljenek, megbetegedjenek, meghalljanak, és a pokolra menjenek. Ez volt az ellenség terve. Most, ha mi azt mondjuk, hogy ó, Uram, majd te szabadíts meg minket ebből a járványból, és várunk, akkor ez megtörtént volna. Nem. Nekünk kellett megmondani azt, hogy sátán még nincs itt az időd, nincs jogod és ezt megcsinálni. Ezért azt mondjuk, hogy állj meg. Veszünk erőt és hatalmat. És megállt parancsolunk minden munkádnak. És amikor ezt elegendő keresztjén megtette mindenki a saját városában, nemzetében, falujában, országában, akkor ez az egész visszaszorult. A korlátozásokat feloldották, kiderült, hogy jóval kevesebb ember halt meg, mint amilyet az ellenség tervezett, és az evangéliumnak ismét szabad útja van. Ugyanígy, amikor, 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 amikor az arabok megtámadták Izraelt, akkor az ellenség célja volt egy harmadik világháború kirobbantása, hogy nagyon sok vér folyjon, és hogy az evangélium terjedését beszűkítsék, és hogy minél több zsidót megöljenek. De mi azt mondtuk, hogy állj, és nem! Nem fog ez a konfliktus tovább gyűrőzni, nem lesz ebből világméretű háború, és nem fogják kiirtani a zsidókat. És az evangélium nem fog beszűkülni a Jézus nevében. És így is lett, és így is lesz. Amíg az egyház itt van a földön, gyakorolni fogja a hatalmát. Ez a mi felelősségünk. Úgy képzeld el, mint egy kertet, ahol ő a gyom, és ki kell gyomlálni. Vagy ahova bejön a kártevő, és ki kell pusztítanod a kártevőt a te felelősséged más nem fogja elvégezni helyetted. Az egyház felelőssége nem Isten fogja elvégezni, Isten fogja elvégezni azáltal, hogy mi szólunk és mi cselekszünk rajtunk keresztül. Mondjuk el együtt ezt az imát. Mondjátok élek utánam, drága atyám, köszönöm, hogy dicsőséges királyságod örökös tettél. Felismerem, hogy örök életet kaptam, és ennek a királyságnak polgára és tagja lettem. Ezért eltávolodtam a jelenlegi világromlottságaitól, korrupciójától és hanyatlásától. Vele trónolok, messze a fejedelemségek és hatalmak felett. Jézus nevében. Ámen. Amen. Amen. Nagyon köszönöm, hogy velünk tartottatok testvéreink. És ne felejtsétek el, hogy holnap ugyanekkor ugyanígy találkozunk. Az úr áldjon meg Jó reggel! Áldott napod! Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott teljes királyi papság és szent nép! Isten népe, ébresztő!